2013. januárjában országszerte kialakult a járási rendszer. Máté Szalkán jelenleg több különböző épületben vannak elhelyezve a járási hivatal dolgozói, többek között az önkormányzat egyik sajátjában. Azonban az önkormányzatnak ezzel az épülettel más tervei vannak, ezért helyette ezt a területet ajánlotta fel az új járási hivatal megépítéséhez. A régi járásbíróság épületében, amit annak idején a önkormányzatok kistérségi szinten újítottak fel, oda költözött be a járáshivatal, de legalább 4 szolgáltatás még, a gyámügy, az építésügy, illetve az állategészségügy, valamint az ANTS külön épületekben vannak, és szeretnénk, hogyha a klienseknek, az állampolgároknak nem kellene össze-vissza szaladgálni, hogy csúnyán fejezem ki, mert egy helyen mosolygós emberekkel megkapnák azokat a szolgáltatásokat, amire az állam szerződik, hiszen állami szolgáltatásokról van szó. A forma és a tartalom egységének jegyében épül majd az új hivatal 272 millió forintból, amelynek az alapkövét kedden délután tették le a 2000 négyzetméteres központi telek területén. A jövő év elejére kész lesz a szép épületünk, és a Kossuth utcai osztályok fognak ide költözni, jelesül a gyámhivatal, illetve a népegészségügyi osztály, egy szűk 50 főnek ad ez itt helyet, aminek nagyon örülünk, mert a Kossuth utcai irodák azok egy picit elhanyagoltabbak, illetve hát az elhanyagoltságot úgy értem, hogy régiek komoly felújításra lenne szükség, és ez viszont már korszerű, és az igényeket jobban ki fogja elégíteni. Ez pedig azt is jelenti, hogy az itt dolgozók szívesen járnak be munkahelyükre, ahol jól érzik magukat, így jobb minőségű szolgáltatást tudnak majd nyújtani az állampolgároknak, tette hozzá Fülöp István. Az új hivatalhoz új célok is tartoznak. Sok mindent tettünk az elmúlt időszakban. Az, hogy hogyan, tehát hogyan intézzük az ügyeinket, azzal kapcsolatban már új törvényünk is van, új eljárási törvényünk. De az, hogy mit, az a kérdés még előttünk áll. Át fogjuk tekinteni ezt a 2200 ügytípus, nagyon sok ügytípusról van szó, és a 2200 ügytípusból megpróbáljuk kiválogatni azokat, amelyekre egyáltalán nincs szükség, vagy amit egyszerűbben lehet intézni. Ne kelljen kétfokú eljárást végigvárni, hanem gyorsabb ügyintézés kedvéért egyfokú legyen az eljárás. Nem csak Máté Szalkán kapnak új épületet a hivatali dolgozók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kapott arra lehetőséget úgynevezett hazai forrásból, és a magyar adófizetők pénzéből, hogy néhány új ingatlant felépítsünk. Ezekre olyan helyen kerül sor, ahol eddig méltatlan körülmények között dolgoztak kollégáink, és méltatlan körülmények között folyt az ügyfélfogadás a 21. századhoz képest, és az ügyfelek sem olyan feltételrendszerrel találhattak, amit ők is elvárnak. Ennek megfelelően itt Máté Szalkán épült egy új hivatal, és Fehér Gyarmaton is megkezdődött már az építkezésünk. Ez a folyamat pedig tovább folytatódik. Ahol szükséges az infrastruktúra fejlesztése, ott várható majd beruházás, hiszen 21. századi elvárás, hogy mind a hivatalban dolgozó, mind az oda betérő ügyfelek komfortosan érezzék magukat.